Hát a saját fél persze, hát azok szerelem gyerekek, az főleg a Beri az 45 éve, és abszolút a köztudatban van, ki nem múlik, el nem felejtődik, tehát mindig minden alkalommal az szóba kerül, tehát él, az egy nagyon nagy dolog. És egészen fura, hogy ez valahogy a világba elterjedt, hogy New Yorkban a legjobb helyen lévő moziban, a Lincoln Center, 6 hétig prolongálták, tehát 6 hétig ment egyfolytában egész nap a film, ami hát egy olyan hihetetlenül nagy, ahol egyáltalán nem hogy magyar filmet, hanem még a szocialista tábor filmjeit se játszották Amerikában. Életem első főszerepe volt, és hát nagyon kedvemre való volt a dolog, és ő akkor még kisfiú volt, nem ilyen jelentőség teljes, mint most, és hát nagyon-nagyon jó. Volt egy kedves emlék, ami mindig megmarad. Kitalálta Feri, hogy a három nő, Pécsi Ildikó, Spányik Éva és én Rétes nyújtsuk a fejünk föl. Mi belementünk, hogy jó, rendben van, három asszony jött a faluból, és annak a három asszonynak kellett volna minket betanítani erre. Minden áldott nap elkészítette a műszak a töltelékek, alma, túró, már túró, akár ott készített. Ahányszor arra elmentünk, az Ildikóval mindig belemarkoltunk, mondtunk tovább. Napok teltek el. Egyszer jön oda Feri művész, és azt mondja, Erzsike, baj van, mert az Ilon Karéri paraszkodott, és azt mondta, művész úr, ennek a nőnek még a fakanál is a kezbe se áll jól. Micsoda? Mondom, mit beszél ez az asszony? Oda megyek a három nőhöz, mondom, Mariska néni, Juliska, mit tudom már, hogy hívták őket. Mit kavarja maga itt a... mondtam én. Jaj, aranyművész. Mi soha életünkben nem hallottunk olyat, hogy a fejünk fölött elnyújtani a létet, de 300 forintot kapunk naponta. Olyan jó, hogy itt lehetünk. Mondom az Ildinek, hát akkor csináljunk valamit. Hát azt mondja, gyere, megcsináljuk. Hát mindegy, ők se tudják, mi se tudjuk. Lesz, ami lesz. És úgy vettük föl aztán. És elsőre tökéletes. És elsőre sikerült. És azóta ez a jelenet világhírű. Hát az igazság az, hogy ott van egy kép a szélén, ahol Karlovivariban vagyunk, és ott bemutattuk, hát ott is nyert a film. Igen. Nem? És akkor valahogy, ugye büfé volt utána a közönségnek, levetítették a filmet. Én csak arra emlékszem, hogy amikor én fölértem a büfébe, a szódavizen kívül semmi nem volt, mert ugye a film egész a zabálásról szólt, a java része, ugye ott, amit ettünk az asztalnál, azt, aki látta a filmet, annak nem kell ecsetelni. Úgyhogy amikor a nézők fölmentek, amit ott találtak, hát szép, persze, Budapestről vittek, Rétes volt, meg csirkecomb, rántott csirkecomb volt. Hát szétették az egészet. Nekünk csak egy szóda jutott, mindent fölöttek. Úgyhogy nagyon szerették a filmet, és a drága Ildikó, aki most nem lehet köztünk, én szerintem élete legjobb alakítása volt, amit ebben a filmben nyújtott. Olyan természetes és olyan remek volt, hogy én ezt tartom a pályája legjobb alakításának.